Évtizedek óta részt vesz a közétkeztetésben Szatmári János, mesterséf, az Euro Kft. Tulajdonosa. Ebben a rendkívüli helyzetben a főzőkonyhában csomagoló üzemrészt alakított ki, amelyhez új gépeket vásárolt, hogy eldobhatós, légmentesen lefóliázott műanyag dobozban biztosítsa a szociális étkeztetésben résztvevő gyermekeknek az ebédet. Az iskolák és óvodák által felmért igényeket naponta pontosítják, és a megadott időben jöhetnek érte a Széchenyi Sugárúti ebédlőbe a szülők, ahol a bejáraton átlépve egy lerekesztett részbe érkeznek a szülők. Ugyanis plafonig érő műanyag fallal lezárták az átadó helyet a konyhától, ezzel is elkerülve a fertőzés veszélyt. Az ebéd az úgy jut el, hogy az iskola lead egy népsort nekünk, és azt szerint a szülő vagy a gyerek érte jön, eldobós edénybe megkapják, és utána pedig otthon elfogyasszák. Leválasztottuk a bejárati részt, ahogy elő van írva a törvénybe, és akkor egy ilyen csomagoló üzemet készítettünk, ahol kimondottan csak az ételeket csomagoljuk. Itt készítünk a alsósoknak, a felsősöknek és a felnőtteknek, meg külön készítünk még a város, hogyha ha kér. A konyhában a szociális étkezést igénybe vevők gyermekek szülei is igényelhetik az olcsóbb menüt. És ugyanúgy bárki a lakosság részéről nekik már házhoz is szállítják, de kenyeret és péksüteményt is biztosítanak kedvezményes áron. Mivel a fürdőéttermük most zárva van, és így ott nem biztosított a korlátlan ételfogyasztás, most Szatmári János elindított egy tartalmasabb A és B menüt tartalmazó étkeztetést is. Ez már hétvégére is lehet kérni. Ezek egy 5 nap szavidővel készülnek el. Ez egy speciális gyors lehűtés után lehet tárolni 0-tól 5 fokig egy hűtőbe, és 5 napig így fogyasztható. Otthon az kiveszi a kis műanyag leheggesztett kis edénykéből, és akkor egy tányéron beletesz és megmelegíti. Egyébként ottan még egy desszert is, vagy egy salátát is készítünk mellé, azt is ugyanúgy kiszállítjuk. Ráadásul a pénteki kiszállítással tudunk vállalni szombat-vasárnapi kiszállítást, vagyis azon az egy napon, mivel hogy 5 nap szabideje van az ételnek, így a pénteken megkapják és hűtőbe tudja tárolni, és akkor fogyassz el, amikor kívánja. Az új speciális konyhai berendezésüknek köszönhetően az így lefóliázott étel hűtőben tartva 5 napig fogyasztható. Ehhez még kellett egy olyan gépet, amiben beletesszük a dobozba az ételt, és abban a dobozba azt a dobozt beletesszük egy kis masinába, egy ilyen fóliát teszünk a tetejére, ráheggesszük, annak a tetejére pedig egy címke kerül, hogy mit tartalmaz a benne levő étel, részletesen fel van sorolva, úgyhogy a munka folyamat is rajta van, hogyha otthon fogjam a hűtőbe tárolni.